Sziasztok, Ádám vagyok, a Tech2.hu-t nézitek, a képen pedig a Cooler Master CM-Stone Trigger Z mechanikus billentyűzetet látjátok, ami háttérvilágítással rendelkező Shure MX mechanikus kapcsolókkal ellátott billentyűket kapott. Az egy elég komoly és némileg drága gamer billentyűzetnek tekinthető. Először, hogyha megnézzük a házat, ami műanyag, azonban egy gumírozott, rendkívül puha tapintású borítással rendelkezik. A gombok azok már keményebb műanyag kialakítása, fehér háttérrel, ami mögötte látszik, hiszen itt vannak a ledek, és ezek alulról fogják megvilágítani majd a gombokat. Amint látható, különböző makrók beprogramozásához kiegészítő funkciógombok vannak, illetve egészen nagy méretűek a gombok, jól elkülönülnek, tehát egészen kényelmesen lehet gépelni rajta, illetve ez játék közben is kifejezett előnyt fog majd jelenteni. Funkciógomboknál különböző extra funkciókkal van ellátva, hasonlóképpen, mint a notebookoknál, a multimédiás billentyűzeteknél, azaz média lejátszó képessége van, képes zárolni a Windows-t, vagy akár a hangerőt szabályozni is. Oldalról megnézve nem a legvékonyabb, hátul is egészen masszív műanyagot kapunk, több gumírozott talppal annak érdekében, hogy ne csúszson ez az asztalon, illetve kihajtható lábbal, ami egy fokban, illetve egy fix szögben fogja megdönteni a billentyűzetet. Az USB kábelt itt tudjuk csatlakoztatni, így lehet csatlakoztatni a géphez, illetve van még ehhez egy csukló támasz, amit fel lehet rá pattintani. Ez itt alul megáll, illetve talán ahogy bepattan, igazából magától kiesne, azonban az asztalon egészen kényelmesen meg fog állni, és csukló támaszként használható annak, aki szereti ezt. Ez volt tehát a Cooler Master CM Stone Trigger Z mechanikus billentyűzet. Kövessetek minket továbbra is a tech2.hu oldalon. Sziasztok!